Sziasztok, ez itt a Kárnese. Sziasztok. A mai napon téglásunk fogunk horgászni az Zofra horgásztavon. A tóban rengeteg nagy testű ponty él, illetve mellette jó néhány tokkal is, amikre most is számítani fogunk a hideg víz miatt. A tó mindösszesen 1 hektár területű, vízmélysége viszont eléri a 3 métert is. Most egy hidegvízi metodpecát fogunk nektek bemutatni, reméljük, hogy meg is hozza a kívánt eredményt. Csalinak waftereket fogunk használni, illetve a kosárba mikropelletet fogunk tölteni halas ízesítésben. És ezt pálinkával fogjuk majd most lefújni. Ilyenkor fontos, hogy ismerjük a lak táplálkozási útvonalát, mert a hideg vízben lelassult életritmusok miatt nem keresik annyira az élelmet. Jelen esetben a part mentén számíthatunk kapásra, mivel a horgászok oda szokatták a halakat. Na meg is érkezett az első halunk. Lacinak érkezett meg. Jó, nagyon van. Óvatos kapásra érkezett. Jó van, aki érkezik. A hideg víz ellenére egész szépen küzd. Sikerült is megszákolnunk a tokot. Most csinálunk vele egy gyors fényképet, és aztán visszaengedjük. Ilyenkor az ambákra fektessünk nagyobb hangsúlyt, mint sem a nagyobb mennyiségű etetésre. Nagyon egyszerű, de annál hatékonyabb lehet, ilyenkor a pálinka az alkoholtartalma miatt, mivel a hideg vízben az alkohol jut el leggyorsabban a halak érzékszerveihez. Ilyen hidegben ne számítsuk vehemes kapásokra, akár a legkisebb mozdításnak is nyugodt szívbe bevághatunk, és nagy esélyünk van arra, hogy megakasztjuk a kívánt halat. Megérkezett Norbinak is a hala. Már nagyon vártuk, reméljük szép példány lesz. Megérkezett Norbinak ez a gyönyörű kis ponty. Igaz, hogy kicsi, de mi annál jobban örülünk neki. Gyönyörű, egészséges.
Meg is érkezett a harmadik falunk. Lacinak sikerült. És várjuk, hogy mi lesz. Kapásból ítélve valószínűleg pont ezt már eléggé vehemensen elhúzta. Valószínűleg meg is van a nap legnagyobb hala. Olyan 5 kg körüli szép kis tükrösponty, ahogy számítottunk is a kapásból is, és a fárasztásból is ponty lett. Véget is ért a mai horgászatunk, így a hideg idő ellenére december közepén szerintem nem zártunk annyira rossz eredménnyel, nyilván lehetett volna több halat is fognunk, de mivel hideg a víz, már a halak anyagcseréje lelassult, így szerintem ez elég szép eredmény. Laci barátomnak sikerült egy gyönyörű szép tokot is szágba terelnie. Igen, ennek ezúttal is nagyon örülünk, reméljük, hogy a következő alkalommal még több halat tudunk majd nektek mutatni. Mi a KNS-el voltunk, sziasztok! Sziasztok!